Te vagy a nap. A nap nem mozog, csak így csinál. Te vagy a föld. A föld először ide áll, és aztán forogni kezd a nap. És most olyan magyarázatot kapunk, amiből mi egyszerű emberek is megérthetünk valamit a halhatatlanságból. Azt kérem csak, hogy velem együtt lépjenek ki egy határtalan térbe, ahol az állandóság, a nyugalom és a béke, a végtelen üresség az Úr. És képzeljék csak el, hogy itt, ebben a végtelen zengő csendben mindenfelé áthatolhatatlan sötétség van. Itt egyelőre még csak az általános mozgást észleljük. És eleinte észre sem vesszük, milyen rendkívüli események szemtanúi vagyunk. A nap ragyogó fénye mindig meleget és világosságot áraszt a Földnek arra a felére, amelyik éppen a nap felé fordul. És mi itt állunk a tündöklésben. Ez a hold. A hold forgó mozgást végez a Föld körül. Azt látjuk hirtelen, hogy a hold korongja, a nap lángoló gömbjét behorpasztja, és a horpadás, a sötét árnyék egyre nő és nő. És ahogy egyre jobban eltakarja, a napból lassan már csak egy keskeny sarló marad, egy vakító sarló. És a következő percben, mondjuk, hogy déli egy órakor, egyszeriben drámai fordulat áll be. E pillanatban a levegő váratlanul leül. Érzik már? Az ég beborul, egészen besötétedik. Felhújítanak a kutyák, megrapul a nyúl, fut a szarvascsorda, fut, riadtan menekül, és ebben a félelmetes és felfoghatatlan alkonyatban még a madarak is, megzavarodnak, és a fészkükre szállnak riadtan. És akkor néma csend. Minden élőlény elnémul. Vajon megindulnak a hegyek? Ránk dől a menny áldozat. Beomlik a föld. Nem tudjuk, mi lesz. Mert beállt a teljes napfogyatkozás. Thank you.
Még nincs vége. Mert a nap izzó gömbjének túloldalán lassan kiúszik a hold. És a nap most újból felragyog. És a földre lassan visszatér a fény. És áradni kezd újból a meleg. És mindenkit megindultság fog el, hogy felszabadul a sötétség súlya alatt.